Az életmentésről szóló előadás előtt a Krúdy és az Arany János iskola tanulói egy jó hírrel is gazdagodtak. Az országjáró rendezvény győri állomása jelenleg a legtöbb diákot kiállító helyszín az országban. Az eddigi edzőkönyvezett labdás újraélesztéses rekordot egy budapesti iskola tartja 500 főben, mi pedig jelentem 700-an vagyunk. A rekord és a sok diák annak volt köszönhető, hogy két iskola tanulói is úgy gondolták, hogy számukra fontos lehet az életmentő tudás megszerzése. Azt gondoltuk, hogy ezzel ez nagyon összejön ez a program, ahol egy zenére, egy labdát, egy strandlabdát összenyomva azt próbáljuk bemutatni, hogy milyen sebességgel kell az újraélesztés során a mellkast összenyomni, illetve hogy milyen erővel. Két iskola vesz ebben részt, az Aranyiskola, illetve a szomszédos Krúdy. Az interaktív előadás folyamán a tanulók több lépésben tanulták meg, milyen fogásokat alkalmazzanak, ha valaki a környezetükben rosszul lesz. Azt tanultuk, hogy ha valaki úgy néz ki, mint aki eszméletlen, először is a vállát meg kell fogni, és kétszer meg kell nyomni. Ha ezután se történik semmi, a fejét hátra kell szegni, hogyha esetleg a nyelvével történt valami, akkor adjon utat a levegőnek a nyelve. Hogyha még ezután se történik semmi, egy speciális módszerrel meg kell nyomni a mellkasát, és percenként 100-szor. Olyan diákok is örömmel vettek részt az eseményen, akik már nem először találkoznak ezekkel a fogásokkal életükben. Újraélesztést tanultuk meg, hát használni a mindennapokban tudnám használni, ha olyan helyzetbe kerülnék, hogy valaki összeesik mellettem, és életét veszti, nem lélegzik, vagy a családban, vagy bármilyen balesetben például. Ilyenkor újra tudnám éleszteni. Úgy érzem. A 700 gyereknek legalább a 10%-ának biztos megmarad 100%-ig, és a több mint felének megmarad úgy emlékképként, hogy elő fog jönni, amikor baj van, és meg fogják tudni tenni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy arány. Ahhoz képest, hogy ma ott tartunk, hogy 1000 emberből 17-18 tud újraéleszteni, és ebben egészségügyi dolgozók mindenkiben vannak. Mi pedig Magyarországon, vagy ugye ez Magyarország, Németország versus pedig ott 1000 emberből 990 tud újraéleszteni. És nagyon szeretném, hogyha ez megváltozna. Meg szeretnénk tanítani Magyarországot újraéleszteni. Baj esetén a legfontosabb, hogy mindenki merjen segíteni. A helyes technika elsajátítása mellett így nagy szerepe van a bátorságnak is.